Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, Mozaik című magazin műsorunkat láthatják. A 27. Polt Fesztiválon is részt vettek a bűnmegelőzési szakemberek, aki már 6. alkalommal, de egy idei év különleges volt, hiszen külön sátorral érkeztek a Wolf Fesztivál helyszínére. Itt van mellettem Kovács László, alezredes bűnmegelőzési tanácsadó, itt arról fogok hallgatni, hogy milyen, hogyan is telt ez a pár nap, hogyan is értékelik. Jó napot kívánok, köszöntöm. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a kedves tévénézőket. De még mielőtt a Wolf Fesztiválra kanyarodnék, picit arról érdeklődnék, hogy hogyan is telt így a tanév vége a Wolf Fesztivál időszakát megelőzően. Úgy gondolom, hogy sűrű programjaink voltak a tanév befejeztével. Azon iskolákban, ahol megjelenünk, középiskola összes Sopronban, általános iskolák, Sopron vonzás körzete, valamennyi iskolában az együttműködési tervből fakadó feladatainknak eleget tettünk, teljesítettük a tantestületek iskolai vezetésnek a kéréseit, esetlegesen a gyerekeknek a felvetéseit, ahol szükségeltettünk és szükség volt ránk, ott megjelentünk, és elsősorban droggal, kábítószerrel, a nyár veszélyeivel összefüggésben adtunk előadásokat a fiataloknak. Volt egy kiemelkedő rendezvényünk, ez a kábítószer ellenes világnappal volt összefüggésben, ennek az időpontja ugye június 26-a, nyilván ugye az iskolások már megérdemelten június 15-én a utolsó vakációs előtti napjukat töltötték adott intézményekben. A Handler iskola volt ebben az esetben az az intézmény, oktatási intézmény, ahol egy drogprevenciós szenvedélybetegségek ellenes programot tartottunk részére. Engedd el címmel szerepelt ezzel a szlogennel ez a rendezvény, és szimbolikusan, miután a kis rendezvényünket egy negyed órában megtartottuk, úgymond azon lufikat, amik ez a felirat szerepelt, elengedtük, tehát azoktól a szenvedélyektől, kábítószer, drogra gondolok, italozásra gondolok, szeszes italra, de hát ugye kávézás vagy túlzott üdítőfogyasztás is jelentkezhet, ezek szimbolikusan elengedtük. Az iskola befejeztével még nagyon sok helyen megjelentünk, saját rendőrségi programjaik vannak, gondolok olyan elnevezésekre, mint a Házhoz Menjünk mozgalom, illetve a Police Café. Ezek hozzávetőlegesen abból állnak. A első mozgalom, ez a Házhoz Menjünk, tulajdonképpen egy vagyonvédelem összefüggő tájékoztatása a lakosság részére, ahol bűncselekményekkel, szabásértésekkel, vagyonbiztonsággal elsősorban, de egyéb bűncselekményekkel összefüggésben is adunk tájékoztatót, illetve egy közös megbeszélés folyik a bennünket felkeresőkkel. A Police Café, ugye a neve is mutatja, egy ilyen kávézós beszélgetés az ott megjelentett tisztelt lakossággal. Azt kell mondanom, mind a két rendezvényünk rendkívül sikeres volt, nagyon sokan kerestek bennünket meg, és kölcsönösen eszmét cseréltünk. Úgy gondolom, úgy látom, hogy azokat a dolgokat, ami ajánlottunk ugye az ott megjelenő egyéneknek, különböző korosztályból tevődött, hogy egyébként a hozzánk látogatóknak az állománya, az a véleményem, hogy örömmel és nagyobb biztonságérzettel távozhattak egy-egy beszélgetést követően. Most egy picit akkor a Wolf Fesztiválra is kitérnék. Idén 6. alkalommal viszont különleges ez az idei év, hiszen külön sátorra készültek. Hogyan sikerült felkészülni? Hát így van. Ez a 6. év volt, amikor megjelentünk a Wolf Fesztiválon. Legnagyobb örömünkre, ugye tudva lévő, hogy a Wolf Fesztivál is egy kicsikét odébb vonult, és egy új helyszínen ugye jelentkeztek. Mi nálunk pedig az volt az újdonság, hogy önálló sátorral jelentkeztünk a Wolf Fesztiválon. Ez egy sajátos felkészülést adott nekünk, olyan eszközöket, olyan kvízjátékokat, olyan programokat, olyan teszteket vittünk ki, amik úgy gondoltuk, hogy teljesen a Wolf Fesztivált szolgálják, illetve az ott látogató fiataloknak a dolgait, problémáit sikerül majd valamilyen formában megoldani, eszmét cserélni. Ezeket a teszteket ugye mi kitöltettük a ott megjelentekkel, közösen kiértékeltük, a jót is és a rosszat is, megbeszéltük a dolgokat. Ez a kvízjáték, ami először szerepelt, ez egy különlegesség volt. Különböző témákat dolgozott fel ez a online kvízjáték, többen játszhatták egyébként az okos telefonokkal, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon értelmes programokat adtunk nekik.
Négy részre tevődött egyébként ez a játék. Volt egy olyan, ami a kábítószer és drogfogyasztással összefüggésben tett fel kérdéseket, és erre kellett a tisztelt látogatóknak vagy fiataloknak ugye válaszolni. Volt egy vagyonvédelemmel, vagyonbiztonsággal összefüggő játék. Volt egy külön, ami a internet veszélyével, internet biztonságos használatával összefüggésben volt egy játékrész, illetve még egyet azt gondoltuk, hogy mindenféleképp bevisszük a Voltra is, ez a konfliktus kezelésnek a helyzete volt. Az adott látogatók azok önállóan választhattak egy-egy témába, a számítógép ugye értelemszerűen dolgozta fel a helyes vagy helytelen válaszokat, a végén egy kiértékelés történt, és közösen vidáman szépen megbeszéltük, hogy mi volt a helyes, mi volt esetleg a helytelen válasz, vagy mi hogyan látjuk, hogyan gondoljuk egyébként a adott dolgokat. Hogyha egy pár kérdést így megosztana velünk, igen, hogy mik voltak azok a kérdések esetleg, amire nem tudták helyesen a választ, vagy mi volt a leginkább legtöbbször feltett kérdés, amit nem így gondoltak? Hát ugye a sláger téma az tudva lévő, az a kábítószer és drogfogyasztással összefüggésbe jelentkezett. Egyébként nagyon tájékozottak a fiatalok, ezt már azonnal le kell szögeznem. De vannak olyan dolgok, amikor a kábítószer vagy drognak a minőségi, mennyiségi összetételék, azoknak a különböző fajtáit, a megjelenési formuláit ugye mélységében nem ismerik, mert azért ezt a fórumot is szeretném felhasználni és elmondani önöknek és a kedves tévénézőknek, hogy azért sajnálatos módon kb. Hetente jelenik meg egy-egy új drogfajta hazánkba. Ha összeadjuk, ugye akkor ez nagyjából több mint 52 drogfajtát jelent egy év vonatkozásában, és hát sajnálatos módon ez felhasználásra kerül, a drogterjesztők tulajdonképpen sajnálatos módon fesztivált is kihasználják arra, hogy terjesztik a áruikat, és ezen fiatalok, akik megjelennek, próbálják ugye ki ennek a hatását, mennyiségi és minőségi összetevőt tulajdonképpen így kontrollálják. Ebben, hogy ön is kérdezte, a fiatalok viszonylag tájékozatlanok. Azt gondolják, hogy egy-egyszer az ő egészségüket nem bántja, úgymond, és nyugodtan fogyaszthatnak, pedig ebben a formában ez sajnálatos módon nem igaz. Mennyire voltak nyitottak a fiatalok? Mennyire mertek feltenni olyan kérdéseket is, ami talán nem is megszokott? Számunkra is meglepetés volt, hogy nagyon őszinték voltak, nagyon közvetlen viszonyt sikerült a fiatalokkal kialakítani. Én azt gondolom, talán nem is volt olyan kérdés, amit úgy eltitkoltak volna, vagy nem mertek volna föltenni, akár bűncselekményekkel, akár szabálysértésekkel, vagyonbiztonsággal, az említett droggal, összefüggésvel, vagy konfliktus helyzetek kezelésével kapcsolatosan nyíltan, őszintén, teljesen normálisan, óriási létszámban jelentek meg. Ez volt egy másik, ami bennünket is meglepett. A saját számításaink alapján több mint 1200 fiatal keresett fel bennünket. Ez egy óriási szám. Annak ellenére, hogy tudjuk, ugye, hogy 143 ezer volt nagyjából a idén Volt Fesztivál résztvevők száma, de ez a szám, ami a mi sátrunkat ugye felkereste bűnmegelőzés kapcsán, ugye azért ez egy óriási szám, mert itt azért vagy írásos teszteket, vagy az említett online játékot, vagy pedig hát elbeszélgetés formájában adtunk át információkat, vagy beszéltük meg velük a felvetett problémákat. Volt egy nagyon érdekes szemüveg is, hogyha erről egy picit mesélne, hogy mit is szimulált ez ugye egész szempontosan. Ugye ez óriási, úgymond örömet jelentett idézőjelbe a bennünket felkereső fiataloknál és gyerekeknél is, mert ők szép számmal voltak kiemelkedően pénteken és szombaton. Ez a részek szemüveg tulajdonképpen három fajtáját jelenítettük meg, vagy hoztuk magunkkal. Alkoholfogyasztásnak a különböző fokozatait próbálta illusztrálni ezzel a sajátos szemüveg megjelenítési formával. Mindegyik különböző erősségű volt, és ugye bójákat tettünk ki, akadályokat helyeztünk el. Tulajdonképpen megpróbáltuk illusztrálni, hogy egy-egy alkoholfogyasztási fokozat milyen problémákkal, milyen veszélyekkel járhat, akár járművel, akár kerékpárral, akár motorkerékpárral, vagy bármilyen eszközzel, uram, bocsánat, gyalog is közlekedik, milyen gondot és problémák okozhat, azonosulhattak vele, hogy hát kérem, azért vannak itt gondok, meg problémák. Nagyon nagy sikert aratott, azt kell mondanom, mind a háromféle szemüveg. Fiatalnál, gyereknél egyaránt. Mi adtuk a lehetőséget, bárki próbálhatta, elmagyaráztuk ugye a
szemüveggel összefüggésben lévő hatásokat. Nagyon-nagyon sikere volt ennek a fajta megnyilvánulásnak. Történt-e valamilyen bűncselekmény vagy szabálysértés a fesztivál ideje alatt? Mert gondolom, hogy azért erre is figyeltek, nem csak a sátorban vettek részt. Nagyon nagy örömmel mondhatom el önnek is, és a kedves tévézőknek, hogy talán ez volt az első olyan évünk, amikor a mi szempontunkból kiemelt bűncselekmény, szabálysértés nem történt. Ez egy óriási eredmény, hogy ez most annak a hatása, hogy azért mi szépen a sajtó, média, különböző rendezvények, ugye idézőjelben felhasználásával tájékoztatottunk folyamatosan a fiataloknak, elsősorban ugye Sopron és vonzás körzetében, de hát az ország más területéről is ugye vannak kollégáim. Biztos, hogy közrejátszott, mert hallottuk egyébként a beszélgetések kapcsán, hogy ők is kaptak elsősorban nagyvárosokba tájékoztatót más kollégák részéről. Szerintem hozzájárult erőteljesen, hogy történtek bűncselekmények, kisebb mérő, hogy ne történt volna. Egy, ahol ennyi fiatal megfordul, tehát az említett 143 ezer, csekély mértékben, de valóban volt kábítószerrel, drogfogyasztással összefüggésben, bűncselekmény vétségi alakzatával gyanúsítható fiataloknak ugye a számaránya. De hozzáteszem, hogy ez csekély volt, vagyonvédelem, vagyonbiztonsággal kapcsolatosan szintén jelentkeztek ugye problémák. Ugyan fölhívtuk a figyelmet a táskák, pénztárcák, kártyáknak a megfelelő ugye elhelyezésére, akár automatákban, akár biztonságos zárásképpen. Ennek ellenére ezzel kapcsolatban történtek apró cseprőbb dolgok, de kiemelkedő bűncselekmény, ami nagyon lényeges, nem történt a fesztivál időszaka alatt, és a fesztivállal összefüggésben sem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm azt is, hogy itt volt, meg további sok sikert kívánok a munkájukhoz, meg jövőre legalább ilyen szép számokkal jöjjön és számoljon be nekünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra.